A Múzeumok Éjszakája szervezői idén is kitettek magukért. Egyedülálló módon látogatható volt Kada Elek polgármester egykori szecessziós nyaralója. A Magyar Naív Művészek gyűjteményének kertjében elhozták Indonézia ezerarcú világát, és egy magángyűjteményből kalandosan megkerült Buzsó kollekció is a falakra került. Az összeállítást Sipos Anna szerkesztő kollégám készítette. 32 helyszín, több száz program, 11 veterán busz, több mint 23 ezer résztvevő. Az idei Múzeumok Éjszakája számokban. Kecskemét apraja nagyja nyakába vette a város szombaton, hogy felfedezze a különböző helyszínek nyújtotta kulturális lehetőségeket. 2006-ban Bozsó János kezdeményezésére indult a Múzeumok Éjszakája Kecskeméten, akkor még három résztvevő intézménnyel. A programkínálat azóta sokszorosára nőtt, de a Bozsó gyűjtemény továbbra is az egyik ütőere a rendezvénynek. Idén több időszakos kiállítással is készültek. Az egyik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum utazótárlata, amelyik a menza történetét mutatja be a népkonyháktól egészen a napjainkig. A Képsors hazatértek kiállítás története egészen különleges. A Méltó Életért Alapítvány ajándékozása jóvoltából visszakerültek az alapító Bozsó János festőművész alkotásai a gyűjtemény falaira. A kiállítások nem csak a szemnek és szájnak, de a füleknek is kedveztek a Bozsó gyűjteményben. A zenegépek világa tárlata bemutatott működő amerikai, német és lengyel zenegépeket az 1950-1980-as évekből. A gyűjtemény hangulatos udvarában hagyományosan idén is volt kocsmakert, ahol a kecskeméti városi fúvos zenekar adott vidám koncertet, amire olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy még a kapun kívül is hallgatták azt. Az idei Múzeumok Éjszakájának egyik legkülönlegesebb programja volt, hogy az egykori Kada villa megnyitotta kapuit a látogatók előtt, és lehetőség volt részt venni egy csoportos idegenvezetésen, ami bemutatta az épület szecessziós ornamentikáját, valamint az épület jelenlegi tulajdonosának, Szabó Csabának a többi mint 400 darabból álló orszarvú gyűjteményét. A Dürer-i nyomat volt a beindítója nálam is, mint nagyon sok egyébként magyar képzőművésznél is. Ez egy gyakorlatilag elmémesedett középkori nyomat, amely akkora hatással volt az állatábrázolásra, a dinó ábrázolásra, hogy egészen a 20. századig, illetve addig, amíg egyértelművében nem vált, hogy hogyan néz ki egy rinó. Ezt a félig fantáziarajzot használták a enciklopédiákban. Ennek nagyon komoly kultúrtörténeti kutatása van. Engem ez fogott meg először. Egy mitológikus lényről beszélünk, aki ugye egyelő az unikornissal is, az egyszarvúval. Az érdekelt ebben a gyűjteményben is, az látható, hogy különféle országokban, különféle kultúrkörökben hogyan változik meg ennek a egyébként robusztus, de mégis kecsesen futó lénynek a külseje, hogyan ábrázolják, milyen képzettársításokat, milyen fantasztikus tartalmakat fűznek mellé. Amellé, a szomorú tény mellé, hogy mára már az orszarvúknak, a vadon élő orszarvúknak az állománya elképesztően lecsökkent. A gyűjteménynek van egy játéktörténeti szekciója, amely átfogó képet ad arról, hogy az elmúlt 110 évben hogyan jelentek meg az orszarvúak a gyermekjátékokban, továbbá egy iparművészeti szekciója is, amely különböző népek, törzsek faragványaiból, porcelán figuráiból áll. A gyűjteménynek van a numizmatikai része is, minden olyan pénzérme és bankjegy Szabó Csaba birtokában van, amin orszarvú szerepel. A gyűjtőszenvedélye a híros veteránjármű sportegyesület felvonulásán is megmutatkozott, ahol közel 100 oldtimer autót csodálhattak meg az érdeklődők. A pöfögő parádé egyik kiemelt ékessége volt az az eredeti Ford T-modell, amit alig 3 évig gyártottak, így tulajdonosa 10 évig kereste, míg Dániában végre rábukkant és meg tudta vásárolni az autót. Az autó 1914-ben gyártották, és ugye ennek a váltóját tervezte a Galamb József makói születésű mérnök. Ebből is híres ez a Ford T-modell,
és én a motorját, mint teljes eredeti a jármű, csak kivéve a tető lett kicserélve, az nagyon viselt volt a ponyva része. Az utazója olyan 45 km per óra. Ami legtávolabbra mentem Kiskörösre, tavaly 60 km, hát most nem azt mondom, hogy egy luxus jármű, lehet vele menni, de azért sűrű meg kell állni, mert azért nem kényelmes, de hát ez nosztalgia, ez másról szól, nem a luxusról. A Leskovszki hangszergyűjtemény idei hangszerbemutatójának középpontjában a borzongató és sejtelmes hangok álltak. A gyűjtemény vezetője Szilágyi Áron szellemes és informatív tárlatvezetésével kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgözött. A Cifrapalota idén is meghatározó helyszíne volt a múzeumok éjszakájának. A 12. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé és az Ezek a képek mind beszélnek című kiállítások is megtekinthetőek voltak akár tárlatvezetéssel is. Az országos gólpassz mottó jegyében Fradi relikviákból nyílt kiállítás küzdeni mindig, de feladni soha címmel. A Nemzetközi Kerámia Stúdió már-már hagyományőrzőnek tekinthető rakóégetése idén is sok embert vonzott. A délután folyamán a látogatók maguk festhették meg a vázát, amit aztán a hagyományos japán kerámia készítési technikával égettek ki a stúdió munkatársai. A rakóégetés lényege, hogy a kemencéből kivéve az agyagtárgyakat egyből éghető anyagok, mint például faforgás alá helyezik, ezek az agyagtárgy forróságától lángra kapnak, megakadályozva ezzel az oxigén bejutását. A különleges szín és textúra ennek a redukciós környezetnek köszönhető. A Kerámia Stúdió jelenleg Domonkos László Hagyományok útjain két keréken című kiállításának ad otthon. A múzeumok éjszakáján a fazekas mester korongozásból tartott bemutatót, és úgy nőtt az érdeklődő gyűrűje korongja körül, ahogy kezei közül kinőtt az agyagból az edény. A Magyar Naív Művészek gyűjteménye és a Szórakaténusz Játékmúzeum és műhelyének programjain keresztül a látogatók megismerkedhettek Indonézia ezer arcával. Többek között különleges indonéz ételeket kóstolhattak, a gyermekek meséket, a felnőttek pedig Dus Pollet bábművész előadását hallgathatták meg a helyi bábkultúráról, a vállalkozó szelleműek pedig árnyabot is készíthettek maguknak. Az udvaron pedig indonéz táncbemutató volt a Magyarországon tanuló indonéz hallgatók tánccsoportja jóvoltából. Az első táncunk a Tari Batik volt, aminek az a jelentése, hogy batik tánc, amivel a batiknak a művészetét szerettük bemutatni. A batikolás ez egy 2000 éves tradicionális indonéz művészet, és a második táncunk pedig, a közös táncunk az pedig a Tari Saman volt, de ugye hagyományosan a Tari Saman az egy férfiakból álló tánc, de mivel mi csak nőkből állunk, ezért mi a Ratojarót adtuk elő, ami ugyanabból a tartományból áll, csak nőkből. A múzeumok éjszakájának megszokott záróeseménye a Szent Ivánéi tűzugrás idén a viharos időjárás miatt elmaradt, azonban a táncház nem. Inoka Győző és barátai a híres Agora aulájában húzták a talpalávalót mindenki örömére.